dicsőség. Kérdezzük, hogy ülekezőjének. Még az Ars Sacra Fesztiválnak a hetében vagyunk. Ugye ma zárul, ha minden igaz, az egyházművészeti hét, az Ars Sacra Fesztivál, amelynek a megnyitójára itt került sor, a nyitó koncertjeire itt került sor egy héttel ezelőtt szombaton, és azt kíséri egy kiállítás itt a kávézó és a örökimádó kápolna előtti folyosón, amit mise után még meg lehet tekinteni, Magyar Katolikus Jelenlét a Világban címmel. Hogyan kapcsolódik ez hozzánk, a mi hitünkhöz itt vasárnap a templomban? Úgy, hogy megmutatja, hogy az a hit, amit mi itt megélünk és ünnepelünk vasárnapról vasárnapra, és természetesen hétközben is, és nem csak itt a templomban, az nem csak bennünket, magyarokat éltetett a századokon át, és éltet ma is, hanem világszerte hozzá tudtunk járulni magyar katolikusként valamivel az egyetemes egyház küldetéséhez és lelkiségéhez. Ugye mindenkinek eszébe juthatnak a magyar szentek, akiket külföldön is ismernek. Szent István királyt, Szent Lászlót, Szent Imre herceget, a magyar három királyokat. Mindenütt ismerik a világon, ahol vannak magyar közösségek, de néha még ott is, ahol nincsenek magyar közösségek, csak egy-egy pap, egy-egy misszionárus eljutott. Kedvenc példám az Indonéziának, a nagy muszlim országnak a keresztény többségű szigete, Flores, ahol magyar verbita misszionáriusok építettek iskolákat, templomokat, és az egyik az Szent István király nevét viseli. De ott van Szent Erzsébet, akit csak mi nálunk ismernek Árpádháziként, világszerte magyarországi Szent Erzsébetként ismernek, tehát ő úgy, a mi követünk a világban, ő úgy hirdeti a magyar katolikusoknak a hitét mindenütt a világban, hogy pusztán a nevét, ha kimondják, a neki szentelt templomok homlokzatán ott áll, hogy Hungária, Hungary. Tényleg nagyon kevés olyan ország van, ahol nincsen Szent Erzsébet templom. Az a hit, amit ő kis leány korában itt, innen Magyarországról vitt, majd kiteljesített ugye Türingiában, otthonában, az világszerte érteti a keresztényeket. De Mindszenty bíborosunkat is mindenütt ismerik, aki Isten szolgálja, boldogávatására még várunk, de ahol csak megfordult a világban, és ennek pont most van az 50. évfordulója, hogy amikor Magyarországról ugye eltávozott, Bécsben telepedett le, akkor sorra járta a magyar közösségeket az öt földrészen, és mindenütt, ahol megfordult, emlékeznek rá mind a mai napig, és nem csak a magyar közösségekben. De nem csak a szentek révén tudtunk valamit adni a világnak, hanem a művészetek révén is. És így kapcsolódunk az Ars Sacra hetéhez. Hát nehéz költészetünkkel bejutni a világ évvonalába, de például a zene az egyetemes nyelvezetet jelent, és Liszt Ferenc nagy egyházművészünk, egyházzenészünk nevét és műveit természetesen ismerik mindenütt a világban. De még érdekesebb, hogy képzőművészeink, különösen a 20. században nagyon jelentős alkotásokat tudtak hozzáadni nagyon fontos kegyhelyekhez, nagyon fontos templomokhoz világszerte. Talán a vatikáni kihallgatási csarnok, a 6. Pál csarnok mindenkinek megvan így képen, ott van egy ilyen hatalmas ovális üvegablak. Na azt Hajnal János magyar művész alkotta. Ő fiatal korától Olaszországban, Rómában élt, és mozaikokat és üvegablakokat tervezett és készített, és valóban olyat is alkotott, ami ott a Vatikánban is igencsak megállja a helyét, ott, ahol egyébként Michelangelo, meg ugye Raffaello, és így tovább voltak a nagy művészek. És Itália szerte számos más helyen van ilyen. Prokop Péter, magyar pap festő, szintén Rómában alkotott, ott található számos festménye, de például Amerikában is. Amerikában van egy magyarok nagyasszonya plébánia, több helyütt másutt is van, amit ő festett ki teljes egészében, magyarok nagyasszonya, magyar szentek és úgy tovább. Az előző nuncius úr, ő pont abból a városból származott, és arról a plébániáról származott, ahol ez a magyarok nagyasszonya templom és ez a Prokop Péter féle freskók találhatók, így kapcsolódnak össze évtizedek távlatából a régi és a aktuális fejlemények. Picek Izabella és Edith-nek a nevét itt Magyarországon kevésbé ismerjük, azért mert fiatalon távoztak az országból valamikor a II. Világháború után. Az Amerikai Egyesült Államokban viszont, főleg Kaliforniában rengeteg templomba készítettek üveg
ablakokat, üvegmozaikokat hatalmas méretben is, ott nagyon jól ismerik őket. De a mi Ozsvári Csabánkat talán nem kell bemutatnunk idehaza a gyönyörű, hitet sugározó ötvös műveivel. Az ő művei is megtalálhatók sok helyütt. Például Ferenc pápa évente két alkalommal használja azt az evangéliumos könyvborítót, amit a magyar püspökök adtak még II. János Pál pápának az első itteni látogatása idején. Tehát amikor húsvét vigíliáján, illetve pünkösd vasárnapján a nagymisén az evangélium olvasása után fölemeli, hogy áldást adjon az evangéliumos könyvvel, akkor a pápa szeme előtt a magyar címer és a magyar szentek jelennek meg Ozsvári Csaba alkotása révén. Igen, ő is olyat tudott alkotni, ami megállja a helyét, még a Vatikán amúgy eléggé telített egyház művészeti piacán, és ami hitet sugároz, ami a mi hitünket hozzá tudta adni az ottani hithez. Számos magyar egyházi személy is, nem csak az, hogy pályát futott be a világegyházban, mondjuk nunciusként. A bagdadi római katolikus püspöki palotát egy Nyári Ernő nevű magyar karmelita atya építette, mind a mai napig használják, mert ő ott lett püspök. Nagyon kevés a római katolikus egyébként Irakban, ott ugye más ritusú katolikusok vannak. De voltak magyar nunciusok, ma is van magyar nuncius. Vannak még szerzeteseink, akik különösen a kommunizmus idején menekültek el az országból, és másút létrehozták azt, amit itthon nem adatott meg nekik. Mise után meg lehet még nézni ezt a kiállítást, és remélem, hogy kinyit olyan ablakokat a katolikus világra, amiket tovább lehet gondolni. Köszönöm szépen a figyelmet!
és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, kedves testvéreim, Szent Misén kezdetén, az évközi idő 25. vasárnapján, amikor a befogadó szeretet tanítását hallhatjuk majd az ige hirdetésben, egymásban, az egymásnak tett szolgálatainkban, az Úrnak szolgálunk, az Úr Jézus alázatos példáját követjük, és magát Istent fogadjuk be életünkbe, jóságunk által. Szeretettel köszöntöm a jelenlévő gazdagréti testvéreimet, és épp úgy az Apostol Televízió kedves nézőit is. Az adakozó kérése szerint ezt a Szent Misét elhunyt Szlávik György férjért, édesapáért ajánljuk föl halálának első évfordulóján. Imáinkba foglaljuk elhunyt Ferenc keresztapát is, és elhunyt Gabriella keresztanyát, valamint elhunyt rokonaikat. Hálát is adunk imáinkban Erős Sándor testvérünk gyógyulásáért. Megköszönjük az Úrnak, hogy tovább szolgálhatja őt közösségében. Élő és elhunyt családtagokért is imádkozva. Kívés József parádi kántor tanítóra is emlékeznek szeretettel családja élő tagjai halálának 29. évfordulóján, és valamint így emlékeznek kedves feleségére, Besenyei Viktóriára is. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Könyörülj rajtunk, Urunk, mert vétkeztünk ellened. Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat, és mutasd meg nekünk a bűnösséget. Irgalmasson nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Dicsőség a magasságban Istennek. Thank you.
Istenünk, te szent törvényedet, az Isten és ember szeretet parancsában foglaltad össze. Add, hogy parancsaidat megtartva eljussunk az örök életre, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány a bölcsesség könyvéből. A gonoszok így beszélnek az igaz emberről. Lássuk hát, igazak-e beszédei, figyeljük meg, mi végre jut. Mert ha az igaz az Isten gyermeke, akkor az Isten az ő pártjára kell, és kiszabadítja ellenségei kezéből. Tegyük próbára, gúnyoljuk és bántalmazzuk őt, hogy megismerjük szelídségét és kipróbáljuk türelmét. Ítéljük gyalázatos halálra, hiszen azt mondta, ő Isten oltalmában részesül. Ez az Isten igéje. Lecke, Szent Jakab leveléből. Szeretteim, ahol irítség és önzés honol, ott zűrzavar van és mindenféle hitványság. A felülről származó bölcsesség először is tiszta, aztán békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalom tölti el, és gazdag termést hoz, nem részrehajló, nem képmutató. Az igazság gyümölcsét békében vetik el azok számára, akik békét teremtenek. Honnan vannak a háborúságok és a veszekedések köztetek? Nem, de onnét, hogy bűnös vágyak igyekeznek uralomra jutni tagjaitokban. Kívántok valamit, és nincs benne részetek. Öltök és irigykedtek, de semmit sem tudtok elérni. Harcoltok és háborúskodtok, de nincs semmisek, mert nem tudtok kérni. Kérlek, kértek ugyan, de nem kapjátok meg, mert rossz szándékkal kéritek. Ezért, hogy bűnös vágyaitokban elpazaroljátok. Ez az Isten igéje. Thank you.
Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus és tanítványai átmentek Galileán. De Jézus nem akarta, hogy valaki megtudja ezt, mert a tanítványait készült oktatni. Ezt mondta nekik, az ember fiát az emberek kezére adják, megölik, de miután megölték, harmadnapra feltámad. Ők nem értették ezeket a szavakat, de féltek megkérdezni. Ezután Kafarnaumba értek. Amikor már otthon voltak, Jézus megkérdezte tőlük, miről vitatkoztok az úton? Tanítványai azonban hallgattak, mert az úton egymás közt arról tanakodtak, hogy ki a nagyobb közülük. Leült, oda hívta a 12-t, és így szólt, ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenkinek a szolgája. Aztán odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, majd magához ölelte, és ezt mondta nekik, aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki küldött engem. Ezek az evangélium igéi. Testvéreim, itt gazdag réten, a Szent Angyalok hajlékában és otthonaitokban az Apostol TV kedves nézői. Most együtt gondolkodunk az igék üzenetéről, melyeket hallhattunk, melyek foglalata a béketeremtésnek, az egymás befogadásának nagy lelkűsége, erről szól az üzenet, hogy miként lehet előzékenyen, egymásért élve, egymást befogadva, szelíden, alázatosságban, értelmes életet élni, békét teremteni. Ahol önzés van, ahol erőszak van, hallottuk Szent Jakab apostoltól, ott zűrzavar támad. Az önző emberek a maguk igényeit, érdekeit akarják hajhászni, és nyilván ez avval jár, hogy mások fölé kívánnak kerekedni, erősebbek akarlak lenni másoknál, vagyis már is megindul a harc, ahogy egyik filozófus mondja, hogy így aztán az ember a másik embernek a farkasa lesz, na de mi nyáj vagyunk Krisztus népében, békét hirdető és szolgáló közösségnek kell lennünk, és maga a pásztor az, aki erre példát ad nekünk. Az Úr Jézusban, akiről az evangélium végén a keresztáldozatánál olvashatjuk, hogy ő egyedül igaz közöttünk, ő beteljesítette a bölcsességi üzenetnek azokat a szempontjait, amelyeket hallottunk most az első olvasmányban. Az igaz ember zavarja a környezetét, az igaz az Úrban bízik, és tudja, hogy az Úr megoltalmazza őt, és ezért nem engedi, hogy a környezete háborgassa, nem izgatja föl magát mai szóval élve, külső dolgokon, főleg azon nem, hogy hogyan tud másokat legyőzni. Az igaz ember alázatot, szelídséget tanúsít, de az ehhez szükséges erő az nem az emberben rejlik, hanem az Úristen adja meg. Az Úr Jézus tehát ezt a szelíd és igaz lelkületet tárja elénk.
És amikor tanítja övéit, a 12-t, akkor talán megdöbbentő is, legalábbis az olvasónak, de lehet, hogy Jézusnak is az volt, hogy a tanítványai, miközben a Mester halad előre a megváltás útján, halad a keresztfa felé, halad az áldozat felé, ahol teljesen kiüresíti magát, akkor ők azon kezdenek vitatkozni útközben, hogy ki a nagyobb közülük. Ahogyan Szent Pál leírja a Filippi levél himnuszában, hogy az Úr Jézus teljesen kiüresítette önmagát, tehát lekicsinyelte és megalázta önmagát teljesen a halálig menően. Aközben a tanítványai az egymás közötti nagyságról, felülkerekedésről értekeznek. Holott Jézus tanítja őket, és erről szólt az evangélium bevezető néhány mondata, tanítja őket, hogy az emberfiának szenvednie kell, és az emberek kezére adják az emberfiát. És valóban ez be is teljesedik az Úr Jézus küldetésében, mert átadják őt az embereknek, és itt most nem a népvezetőiről van szó, bár abban a sorban ők is szerepet játszanak majd a végső fázisban, de előtte azt vállalja Jézus, hogy odaadja önmagát. Az Atya odaadta a fiát a világnak, az embereknek, Jézus meg pedig engedelmességből átadja magát az embereknek, az emberfiát az emberek kezére adják. Amikor keresztelő Szent János rámutat Jézusra, János evangéliumának az elején, akkor azt mondja, hogy íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűnét, vagyis elveszi az ember bűnét, az emberek bűnét, és ennek megelőző folyamata az átadatás. Jézus engedi, hogy egyre kisebbé váljon, és az emberek kezére adja magát, először Júdás elárulja őt, aztán Pilátushoz megy, a Pilátus elküldi a főpaphoz, vissza Pilátushoz, illetve Herodeshez küldi Pilátus. Aztán visszakerül Pilátushoz, és aztán a főpapok és a vezetők halálát kérik, és végül is az átadatás az emberek kezében az ő megváltó halálával zárul. Jézus egy gyermeket állít a tanítványok közé, átöleli a gyermeket, ez az átölelés az a befogadásnak a szép külső jele, hogy befogadom az életedet, fontos vagy számomra, és kivel teszi ezt? Egy kicsinnyel, nem csak a gyermeki mi volt az érdekes, hanem egy másik szóhasználatban a kicsinség, mert hiszen Jézus erre tanít, hogy a tanítványai legyenek kicsinyek, aki nagy akar lenni közöttük, legyen másoknak a szolgája. És kinyilvánítja Jézus azt az isteni szándékot, hogy aki befogad egy ilyen gyermeket az ő nevében, az magát Krisztust fogadja be az életébe, vagyis azt a Krisztust, aki kiüresítette magát, vagyis elfogadja Krisztus magatartását és értékrendjét, aki pedig őt elfogadja, azt fogadja be az életébe, aki Krisztust közénk küldte, vagyis az Istent. A gyermeki alázat lelkületével, amit később aztán feladatként is rábíz Jézus a tanítványaira, hiszen azt mondja, hogyha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem jutok be a mennyek országába. De itt most nem ezt a feladatot adja, csak egy példát mutat fel a gyermek esetében, a kicsinyek befogadása és a lelkületüknek ápolása,
az Isten befogadását jelenti. Egy afrikai településen szegényesen, de mégis boldogan éltek az emberek. Gyékényből készítettek kunyhókat, ezt vörös, sáros, agyagos, kiégetett burkolattal körbe kerítették. Valami vékony fém tető került a házikók vagy kunyhók tetejére, azokat pedig különböző növényekkel még befették, védelmezni akarták esetlegesen a szél ellen, meg a nap ellen, de hát mégiscsak ilyen kis szabad és az együttélésnek mégiscsak nyitott házikóiban élték az életüket. Nem is volt ajtó, nem lehetett kopogtatni, ha egymáshoz be akartak menni, de különösen fontos volt egy missziós ház a településen, illetve ennek a közösségnek a keresztény vezetői is mindig nyitott szívvel fogadták a gyerekeket, akik már kora délután, vagy a tanulási feladataikat követően bemehettek ezekbe a házakba, főleg a missziós központba, ahol kaptak valami csemegét, vagy ennivalót, finom gyümölcsöket, megkínálták őket. De nem egy ilyen össze-vissza átjárás jellemezte ezt a közösséget, hanem azért illedelmesen érkeztek a gyermekek, mivel nem volt ajtó, nem tudtak kopogtatni, és ezért a tenyerüket összeütve ilyen taps-szerű jelzést adtak, hogy megérkeztek, és aztán bebocsátást nyertek. Volt azonban egy kisfiú, Andrénak hívták a történet szerint, aki nem tudott tapsolni, mert szegénynek nem fejlődtek ki a kézfejei. Egy kicsit ilyen értelemben fogyatékkal élte az életét, de hatalmas, szép, kerek szemei voltak. Úgy írja le a történet, hogy a mosolygós arca olyan volt, mint a teli hold, a fogai pedig szikráztak, mint az igaz gyöngyök, és nagyon kedves jelenség volt André, akinek mindenhová volt bejárása, meg volt az útlevele minden házba, a belépője, és bizonyára a mennyországba is, mert olyan kedves, tiszta szívű gyermek volt, és mindenkinek kedves volt, és mindenkit felvidított, mindenki beátültette a maga szelídségét, mindenkinek derűt jelentett az ő kedves tekintete és a mosolygós arca. És így aztán ez a szegény közösség meg tudta élni a gyermekek világában azt a keresztény alapértéket, amelyről a mai olvasmányok is szólnak hozzánk, a gyermekek befogadásában, a kicsinyek befogadásában, és a kicsinység az egymást hordozó lelkület kialakításában példát adtak mások számára. Megélték azt a krisztusi önkiüresítést, amelynek a következménye az, hogy valóban az igaz ember képes ráhagyatkozni az Úrra, ezért tudja megőrizni a szelídségét, ezért nem akar mások fölött uralkodni, mert tudja, hogy fölöttünk csak egyedül az Isten az, aki uralkodik, nekünk pedig nem egymásnak a leigázása, egymásnak a fölötti uralom, hanem a szolgálat és a befogadás a feladatunk. Mert hiszen az Úristen így fogadott be az ő világába, a teremtett világba, így fogadott be bennünket, hogy megosztotta az életét, és aztán úgy készülünk mi az örökbefogadásra is, most nem egy szóban írva az örökbefogadást, hanem az örök befogadásra is, vagyis az örök életre. Úgy készülünk, hogy kialakítjuk ezt az egymást befogadó lelkületet. Sokat beszélünk a békéről, a világ zűrzavarairól. Hát úgy vélem, hogy Szent Jakab választ adott már a Szentlecke első mondatában, hogy ahol
önzés van, és ahol erőszakoskodnak, ott nincsen béke, ott zűrzavar uralkodik. Hát ahol zűrzavart látunk, ott azok hátterében olyan emberek állnak, akik önző módon akarnak élni, és csak magukra gondolva mások fölé akarnak kerekedni. Közöttünk azonban ne így legyen, erre tanít az Úr Jézus, erre tanította apostolait, aki nagy akar lenni köztetek, legyen mindenkinek a szolgája. Ezt az alázatot és békét kérjük ma az Úr Jézustól. Amen. Hiszek az egy Istenben, testvéreim, hogy szelídség és alázatosság lakjék szívünkben. Add, Urunk, hogy egyházad pásztorai a szelíd és alázatos szívű Jézus példáját kövessék. Kérünk téged, hallgass meg minket. Távoztass el a nemzetek köréből minden ellenségeskedést és kíméletlen versengést. Kérünk téged, hallgass meg. Szüntesd meg híveid körében az irigységet és az önzést. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy családjaink szeretettel fogadják el a gyermekeket, és keresztény bölcsességgel neveljék őket. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add meg, kérünk, sokat szenvedett híveidnek béketűrésük jutalmául az örök boldogságot. Kérünk téged, hallgass meg minket. Fogadd el hálaadásunkat Sándor testvérünk gyógyulásáért, és kérésünket kegyelmedért további szolgálatához. Mennyei Atyánk, Te a mindennapi élet megpróbáltatásaival is nevelsz bennünket. Hadd, hogy ezeket szelíd türelemmel vállaljuk, és így kövessük fiat példáját, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Oh,
imádkozhatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, fogad kegyesen néped adományait, hogy az üdvösséget, amelyet buzgó hittel vallunk, a szent áldozat erejéből elnyerjük, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Az ő csodálatos műve volt, hogy a húsvét szent titka által, a bűnből és a halál igájából arra a dicsőségre hívott meg minket, mely által választott népkirályi papság, szent nemzet, és a te megváltott néped lettünk. Így mindenütt hirdetjük hatalmas művedet, hogy a sötétségből csodálatos világosságodra hívtál meg minket. És ezért mi is miként az angyalok és főangyalok, a trónod körülálló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget, himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül boldogan énekeljük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adaték. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, György szolgádról, akit egy esztendeje magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy aki a keresztségben titokzatos módon részesült fiat halálában, részesüljön fiat feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt többi testvérünkről. Ferenc keresztapáról, Gabriella keresztanyáról, elhunyt rokonokról, Kivés József parádi kántor tanítóról, hitveséről, Viktóriáról, a templomunkban nyugvó hívekről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el ebből a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, és minden szenttel együtt, szent angyalaiddal, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mind örökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttél. Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok,
az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékom vagy ő, hanem csak egy szóval, és megújj az életre. Krisztus lelke, szentelj meg engem, Krisztus teste, üdvözíts engem, Krisztus vére, ihles meg engem, Krisztus oldalából kifolyó víz most tisztára engem, Krisztus kényszenvedése, erősíts meg engem. Ó jóságos Jézus, hallgass meg engem, szent sebeidbe rejts el engem, ne engedd, hogy elszakadjak tőled, a gonosz ellenségtől oltalmazz engem, halálom óráján hív magadhoz engem. Add, hogy eljussak hozzád, és szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön, örökké. Amen.
Pedig testvéreim, gondoljunk imádságos szeretettel azokra a testvéreinkre, akik otthonaikban kapcsolódnak be a Szent Misébe a lelki áldozás imájával. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe,
és védj lakást benne örökre. A mi Urunk Jézus Krisztus teste, őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni, életemben és halálom után is. Amen. Könyörögjünk. Szentségeiddel erősítesz minket, Urunk Istenünk. Támogass jóságosan állandó segítségeddel, hogy megváltásunk kegyelmét ezekben a misztériumokban, és keresztény életünkben is elnyerjük, Krisztus, a mi Urunk által. Kedves testvéreim, szeretettel hirdetem, hogy ma 22-e van, és minden hónap 22. napja a közel-keleti keresztényekkel való együvé tartozásunk jegyében, Szent Sárbel atya csodatételeinek is emléknapja. Itt a mi templomunkban, ahol Szent Sárbel atyáról neveztük el a keresztelő kápolnát, amit 6 éve Beshara Butros al-Rai, libanoni maronita pátriárka megáldott. Minden hónapban Szent Sárbel liturgiát tartunk, keleti rítusban, görög-katolikus szent liturgia keretében. A vasárnapra való tekintettel most más időpontban lesz ez a mai ünnepség. Délután 3:45-től lesz gyóntatás, 3:30-től közös ima, és délután 4 órakor kezdődik majd a görög-katolikus szent liturgia, amelyet Kocsis Tamás dél-budai görög-katolikus atya mutat be. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Holnap püspöki szentmise lesz, szeptember 23-a, amúgy is nagy ünnep, úgy, mint Szent Sárbel atyára emlékezve. Szeptember 23-a pietrelcinai Szent Pió atyának az ünnepe, őt köszöntjük a holnapi napon, és egyúttal megtisztelő látogatást tesz plébániánkon, ő excellenciája Cesar Essayan mareotézi címzetes püspök, beiruti apostoli vikárius, aki a közel-keleti keresztények ügyében jár most hazánkban, a következő napokban. A püspök atya mutatja majd be reggel az ünnepi szentmisét 8 órakor. Rendhagyó jellegű lelki gyakorlatra kerül sor a héten, holnaptól 5 napon keresztül, 23-án, holnap hétfőn, 4 órakor egy 400 fős lelki gyakorlat kezdődik. Manfred Huber atya és Margarita Valakilla nővér vezetésével. A lelki gyakorlat regisztrációhoz kötött. Csak a regisztráltak tudnak ezen részt venni, ezért kérjük a többi kedves testvérünk türelmét ezekben a napokban a templomi programoknak a telítettsége miatt. A lelki gyakorlat kedden, szerdán és csütörtökön reggel 8 órától este 6 óráig tart, pénteken pedig 8-tól 13 óráig. Margarita nővér több mint 25 éve jár Magyarországra, és tevékenyen szolgálja a hívek lelki javát, és tevékenységért tavaly életműdíjat kapott hazánkban. Nagy szeretettel hívjuk és várjuk a 8 és 10 év körülötti fiúk közötti fiúk jelentkezését minisztráns szolgálatra,
Október 13-áig van lehetőség jelentkezni az új minisztránsoknak. Személyesen a gyermekmisék után Györfi Bence minisztráns vezető várja a jelentkezőket. Csárli angyalai közösség is működik itt a templomunkban és plébániánkon, melynek mottója egy közösség, ahol Jézus szeretete és a mosoly összekapcsol minket. Szeptember 29-én a jövő vasárnap indul 8-tól 14 éves korosztály két hetenkénti közösségi programja, a Csárli angyalai. A szervezői csapat nem csak a régi tagokat, hanem új tagokat is vár, és nagy örömmel fogad ebbe a vidám, imádságos, játékos, a beszélgetésekkel gazdagító közösségbe, amelynek részleteiről és a meghívótról a hírlevélben olvashatunk. Esperes kerületünkben két búcsú ünnep előtt állunk. Ez most sajnos nincs benne a hírlevélben, de holnap után lesz Szent Gellért püspök vértanú ünnepe, amikor is a kelenföldi szomszédos plébánia tartja a búcsúját. A kelenföldi Szent Gellért templomba 24-én, kedden este 7:45 órára Kelemen Imre atya nagy szeretettel várja a kedves híveket, esperes kerületünk papjait és híveit, akkor lesz a közösségi búcsúi szentmise. Ezt követően pedig hamarosan, egy héttel utána a mi templomunk búcsú ünnepe esedékes, illetve a kettős ünnepünk október 1-én a templom szentelésünk 8. évfordulója lesz idén, és 2-án pedig a Szent Őrző Angyalok ünnepén a templom búcsú ünnepe lesz. Ezek részleteit még a jövő vasárnap hirdetem. Minden esetre október 1-én majd délelőtt lesz ünnepi szentmise, 10 órakor, előtte zsolozsma és rózsafűzér lesz. 2-án pedig este 4:48-kor kezdődik, ugyancsak itt nálunk is, a közösségi esperes kerületi szentmise, amelynek keretében énekarunk szolgál és zenekari közreműködés is lesz. Többek között elhangzik Gúnó őrangyal miséje Magda Dávid hangszerelésében, és Frizina atyánknak a több műve is, amelyeket a részünkre komponált, illetve amelyek nagyon kedvesek számunkra. A szentmise előtt bemutatott kiállítást köszönjük Márknak, a rendezést, a szervezést, a kiállítást, a tájékoztatást. Még itt a kávézó előtti előtérben magyarságunknak a világra kiáradó keresztény tanúságtétele, az erről szóló kiállítás még a mai napon megtekinthető egészen az esti időkig, illetve majd holnap fogjuk bontani ezt a szép kiállítást. Most pedig alázatos életünkre, a kicsinységünkre és a befogadó szeretetünk megerősödésére a Jóisten bő áldását kérjük. Kívánom ezt jelenlévő gazdagréti testvéreimnek, valamint az Apostol TV és Hegyvidék TV kedves nézői számára egyaránt. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg és őrizzen meg titeket az Isten. Ragyogtassa reátok arcát, s legyen hozzátok irgalmas. Fordítsa felétek tekintetét, és adja meg nektek békességét. És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak, s a Szentléleknek áldása, szálljon le rátok, és maradjon veletek mindenkor. Amen.
A szent mise véget ért, menjetek békével. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelke keresztére kívüljárják a világban. Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Jézusom szent szíve, Szűz Mária kegyelmek anyja, magyarok szent őrangyala, Szent Pió és Szent Sárbel atya, mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei,